Ma délelőtti énekes vendégünk Pál Dénes, aki Veronában forgatta a legújabb klipjét, és hát az a megtiszteltetésért minket, hogy hamarosan a dalt is hallhatjuk, reméljük a klipből is láthatunk részleteket. Na de mesélj egy kicsit az utazásról. Kőkemény munka volt, vagy azért volt egy kis időt pihenni és város nézni? Hát meg hogy miért Verona, mi Rómeó és Júlia, mert hogy mi miatt Verona? Hát mehettél volna bárhova, Pécsre, vagy nem tudom. Mehettünk volna, igen, igen. De hát a dalnak van egy ilyen üzenete is, ez az egyik pillanatról a másikra való kiszakadás, úgyhogy ezt szerettük volna mi is átélni, úgyhogy tényleg az volt, hogy ez egy eléggé gyors forgatás volt, tehát 2 napot voltunk úton, és itt kevés alkalom nyílt arra, hogy ugye a várost is jobban megnézzük, tehát igazából forgatási helyszíneket kerestünk. Úgyhogy egyik, hát igen, egyik nap reggel 5 órakor elindultunk, és másnap este 11-kor érkeztünk meg, úgyhogy a kettő között pedig végig forgattunk, egy alvásra volt idő, és nagyjából ennyi, tehát az úton is sokszor megálltunk, úgyhogy ott találtunk valami olyasmi helyet, amit érdemes volt beleforgatni. Meg hát ez tulajdonképpen egy ilyen félig road movie, tehát egy párról szól, akik elindulnak, és egy kicsikét így a saját maguk világát próbáljuk bemutatni, tehát az ő közös kapcsolatukat. Kinek az ötlete volt ez, a tiéd? A klip az a rendezői Czoller Bencié volt, és ketten találgattuk így a történeteket. Az ötlet, hogy menjünk ki igazából Magyarországból, és egy kicsikét egy ilyen nagyobb útra szálljuk rá magunkat. Az egy ilyen fő koncepciója volt a klipnek, tehát hogy azt nem szerették volna, hogyha itthon megyünk, mondjuk bemegyünk Pécsre, vagy Debrecenbe, okay. Valami. Jó, de hogy Olaszország, de most a Veronára próbál, hogy miért pont Verona, hogy Olaszországot szeretettek volna? Hát egyébként is egy ilyen kicsit romantikusabb, igen, helyszín. Elmentünk Júli Erkélyhez is, csak annyian voltak, hogy ezt már nem tudtuk bele forgatni, viszont voltunk egy olyan falnál, ahol lakatokat lehet rakni a rácsra, úgyhogy azt is beleforgattuk, és egyébként a pár az valójában is pár, úgyhogy direkt őket kértük fel, hogy hülyen el tudják játszani a szerelmi jeleneteket, úgyhogy. És jól is sikerült. De azt látom, hogy a színvilág az most már hasonló a múltkori klippethez, hogy most ezt a fajta kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen érdekes színvilága van, ez a kicsit ilyen fakított, vagy nem tudom, ez most így kedvelitek, úgy látom. Igen. Úgy éreztük, hogy ez illik legjobban így most a kliphez. Tehát mondjuk egy ilyen erős őszi időben voltunkként, ugye ez félig meddig azért egy tavaszi dal, kicsit megijedtünk, amikor Szlovéniában ilyen 2 méteres hó volt, bementünk az egyik alagúton, kijöttünk, és már tavasz volt. Figyelj, egy pizzát csak ettél, nem? Egy pizzát ettünk, igen. Hát mindenképpen én azt szeretem, hogyha kijutok külföldre, akkor valami helyi specialitás, vagy ami ott jellemző, olyan ételt fogyasztom, hogyha egy pizza belefért, és ott sütötték kemencébe, szóval nem ez a legjobb, gyorsan melegített pizza volt, hanem ott sütötték, és nagyon finom volt igazából. Most ilyen nagyképűre nem lehet hasonlítani az itthonihoz, úgyhogy csak tudnak valamit, igen. Hát ja, igen, azért az teljesen más. Tervezel azért kicsit pihenni és visszatérni akár ide, akár bárhova, kicsit kikapcsolni, vagy most kökemény? Hát a pihenésben úgy érzem, hogy most számomra elég volt, tehát mondjuk most túl vagyok egy elég húzós ilyen háttér munkafolyamaton, új dalt is csináltunk, új albummal is készülök, tehát hogy ez most itt lezárul, és akkor most már a fellépések ki a főszerep, ráér majd még nyaralni, de ide mondjuk vissza szeretnék menni, tehát ez közösen családdal is tervben van, hogy ha nem is pont Verona, de jó, akkor, ez az a lakatos. Akkor igen. Jó, és akkor ezt el is énekel nekünk, ezt a Tulipán című dalt. Így van, azt már elhoztam. Okay. Jó van, köszönjük szépen, annyit voltál, és hogy énekelsz nekünk. Köszönöm én is.